lépés. Indulj! Balról, történelmi zászlóknak, tiszte, legy! Történelmi zászlóművők, irány utána, lépés! Indulj! Sok szeretettel köszöntök minden résztvevőt a Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Hősök Napi megemlékezésén. Külön köszöntöm Hubay Imre urat, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnökét, Bander József polgármester urat, Kocsisné dr. Kóródi Erika jegyzőasszonyt, dr. Hegedűs János ezredes, MH86 helikopterbázis törzs főnökét, Andrási Zoltán káplánatyát, a képviselőtestületek tagjait, a civil szervezetek képviselőit és minden megjelent vendéget. Ünnepi megemlékezésünkön közreműködik a légierőzenekar Szolnok MH86 Szolnok helikopterbázis kirendelt alegysége és a Tisza Virág Népdalkör. Kérem, közösen énekeljük el a himnuszt. Tiszalegység, jassz! Fogadás középről, viszfe, legy! Felkérem Andrási Zoltán káplánatyát, mondjon imádságot a hősi halottakért. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson eléd. Az Úr legyen veletek.
Örök mindenható Isten, elesett hős testvéreinkért könyörgünk most szent fölségedhez. Te láttad, Uruk, küzdelmeiket, szorongattatásaikat, szenvedéseiket és vérük hullását. Kegyelmedbe ajánljuk őket, Urunk, Istenünk. Ismerd el magadéinak őket, ne emlékezzél vétkeikre, bárhol porladjanak is csontjaik, adj nyug helyet nekik az örök békesség honában, és örvendeztesd meg őket szent színed látásával. Kegyes megváltunk, Urunk Jézusunk, te mondottad, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Tekints reájuk kegyes szemmel, isteni üdvözítőnk, hősi halottjainkat részesítsd drága kereszt halálod érdemeiben, minket pedig segíts kegyelmeddel, hogy ezt a drága vérrel szerzett és megvédelmezett hazát odaadóan és önfeláldozóan szeressük, érte dolgozni meg ne szűnjünk. Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelesség teljesítés, hősies áldozatosság, az Isten félelem és az ember szeretet szelleme áradjon reánk. Add, hogy életáldozatuk és nagy magyar erődeink példája minket is lelkesítsen és buzdítson az igaz haza szeretetre. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Felkérem Farkas László történészt, a Tiszapüspöki Községi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjét, mondja el ünnepi megemlékezését. Engedjék meg, hogy Szenes Hanna magyar költő soraival nyissam beszélem. Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön, mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön. Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít, amikor ők maguk már nincsenek köztünk. Ezek a fények csillognak, és különösen, ha sötét az éjjel, mutatják az utat az embereknek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a hagyománnyá vált Hősök napi megemlékezésünkön. Mondhatom, hogy hagyománnyá vált, hiszen Tiszapüspöki képviselőtestülete már a kezdetektől fogva csatlakozott a megemlékező települések soraihoz. 1923. március 20-án tartott ülésén fogadta a Hősök emlékét megörökítő Országos Bizottság megbízottjaként Fülöp József ezredest, aki bemutatott néhány emlékműtervet, amelyek közül Martinelli Jenő szobrászművész alkotására esett a településünk előjáróinak a választása. A 3,5 méter magas műkőből készült alkotás felavatására 1924. június 29-én került sor. Feltehetően az első megemlékezést 1925. májusában tartották, de a kutatásaim során 1928-as volt a legrégebbi meghívó, amit találtam. Ennek a másolatát megtekinthetik majd az ünnepség utáni kiállításunkban is. Településünk önkormányzata 2002-ben és 2017-ben is felújította az emlékművet, hogy méltón emlékezhessünk hőseinkre, akik életüket adták a hazáért. Tiszapüspökiben eddig összesen 123 hősi halottról volt tudomásunk. De a jelenlegi zajló kutatásaim szerint, amelyben nagy segítségemre volt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltár főlevéltárosa Bojtos Gábor úr is, ez a szám 127-re növekedett. A kutatásaim során az alábbi neveket találtam, akik nem szerepelnek jelenleg az emlékművön. Molnár György, Farkas Mátyás, Ficsor Lajos, Fülöp István, Hegedűs Sándor, Magyar Márton és Szalóki Sándor.
Természetesen egyetlen egy áldozat neve sem merülhet feledésbe. Így záros határidőn belül ők is fel fognak kerülni méltó helyükre. A hősök emlékünnepét az 1924. évi 14. törvénycikk rögzítette, amely kimondta, hogy minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli. 1942-ben pedig elrendelték a II. Világháború halottainak nevének felvésését is. Mindezek ellenére az ünnepet 1945-től a kommunista diktatúra idején nem tarthatták meg. A rendszerváltás után újra lehetett ünnepelni az elesett magyar katonákat. Majd a 2001-ben elfogadott 63. törvény a korábbi ünnepkörét hivatalosan is kibővítette mindenkire, ahogy a törvény fogalmaz, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták, vagy áldozták Magyarországért. Az elesett magyar hősök emlékezetét először még az első világháború idején iktatták törvénybe, Abele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére. Abban az időben állt fel a hősök emlékét megörökítő országos bizottság, melynek feladata a települések emlékműállítási programjának lebonyolítása volt. Az egyik legismertebb alkotás az összes elesett első világháborús katonára emlékeztető hősök emlékköve, amelyet 1929-ben avattak fel a budapesti hősök terén a millenniumi emlékmű előtt. Tisztelt emlékező közönség! A hőseinkre emlékezünk ma. Tisztelettel adózunk az első és második világháborúban elesett hozzátartozók emlékének, de azoknak a világég és túlélő honvédeknek is, akik becsülettel helytáltak és túlélték a háborút. A magyar hősök emlékünnepe szüleink és nagyszüleink küzdelmei, fáradozásai előtti tisztelgés is, aminek az ad igazán értelmet, ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó módon békés körülmények között folytatják és teljesítik majd be az elődök örökségét. Azt gondolom, hogy ez az emléknap napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a kegyeletadás mellett a béke jelentőségére hívja fel a figyelmet. Azt csugalja, hogy becsüljük meg, hogy nem kell azokat a borzalmakat átélnünk, amiket nagy és dédszüleinknek kellett. Ma, mikor nem messze a határainktól háború dúl, még inkább emlékeznünk kell a múltunk sötét foltjaira, hogy az ne ismétlődhessen meg. Az író szavaival élve, ha nem keresed a múlt tanulságait, a múlt fog téged megkeresni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. A Tisza Virág népdalkör következik. Nem látlak én téged többé, soha, soha sem. És te sem látod, hogy érted, könnyes a szemem. Nevemet hiába mondod, könnyedet hiába ontod, arcok mezején. Valahol te tőled távol, ott, ahol senki sem gyászol, ott halok meg én. Mm-hmm.
nem lesz egy tenyérnyi jel sem, puszta síromon. Elesett katonák teste lesz a vánkosom, ahová le fognak tenni, síromra nem borul senki, senki, aki él. Tavasz sem fakaszt rám zöldet, elhordja rólam a földet, messze majd a szél. Szolnok megyei önkormányzat és a Tiszapüspöki községi önkormányzat nevében ifjabb Hubai Imre, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke és Bander József tiszapüspöki polgármestere helyezi el a koszorút. Thank you.
dr. Hegedűs János ezredes és Balázsi Zoltán nyugállományú alezredes az MH-86 helikopterbázis koszorúját helyezi el. Tiszta Püspökiért Egyesület nevében Novák Szilveszter és Farkas László koszorúz. Aki virágot szeretne elhelyezni az emlékműnél, kérem, tegye meg. Hallgassuk meg a szózatot.
Történelmi zászlóvivők! Történelmi zászlót! Eder! Be! Történelmi zászlóvivők! Balra! Át! Tiszteletség! Jazz! Fogadás középről, történelmi zászlóknak, tiszte! Legy! Történelmi zászlóvivő, irány utána, lépjék! Jöjj! Gyújj! Megemlékezésünk Farkas László Tiszapüspöki Hősök című kiállításának megnyitójájával folytatódik. Megkérem Önöket, fáradjanak át a helytörténeti gyűjteménybe. Hölgyeim és Uraim, én megkérem Fülöp Emil alpolgármestert, hogy néhány gondolattal nyissuk meg ezt a kiállítást, és köszönöm mindenkinek a magam nevében is a megjelenést. Külön köszönöm ezt elnök úrnak, ezredes úrnak, és azt a segítséget is, amit megköszönhetően Tiszapüspöki folyamatosan érezhet, valamint egy-egy ilyen eseménynél megtapasztalatunk, úgyhogy köszönjük szépen. Polgármester úr, köszönöm szépen, elnök úr, ezredes úr. Kedves vendégek, kedves egybegyűltek, ezen a mai délelőttön azért állunk itt, hogy emlékezzünk azokra a hősökre, hősök napja alkalmából, akik történelmünk során áldozták hazánk függetlenségéért, szabadságáért, fennmaradásáért legbecsesebb kincsüket, az életüket. Nevüket véssük elménkbe és a lelkünkbe, és adjuk az utókornak tovább, hogy ők is tovább tudják adni gyermekeiknek, unokáiknak. Tehát emlékezzünk rájuk, legyen áldott a nevük, az emlékük, és nyugodjanak békében. Isten áldja Magyarországot. Isten segítség. Egészségügyek. Már is kiszorultak jól az állás. Köszönöm szépen. Először szeretném megköszönni a meghívást polgármester úrnak. Megtisztelő, hogy itt lehetek, és a hősökre tiszapüspöki lakosságával és éleszülöttével emlékezhetek. És ahogyan a pozsonyi csata óta állandó készültségben vannak katonáink, és állandóan készek arra, hogy életüket, vérüket áldozzák független, szabad magyar hazáért. Óriási köszönet mindazoknak, akik ezt megtették és megteszik, ma is értünk, hiszen háborús veszélyhelyzetben él Magyarország lakossága, háborús veszélyhelyzetben élnek a határon túli nemzettársaink, főleg a Kárpátalján élők, és nekünk itthon maradottaknak és békében élőknek
nem szabad elfelejtenünk, hogy kinek köszönhetjük a biztonságunkat, és kinek köszönhettük a korábbiakon is, hiszen óriási eredmény, hogy Kárpát-medencében ma is él független, szabad Magyarország. Emelem poharam a hősökre, azokra, akiket Dobó István szavaival élve oroszlánoknak és nem nyulatnak teremtett a Jóisten. Nyugodjon a békében! A Hősök napi megemlékezéshez kapcsolódó kiállítást Tiszapüspöki helytörténeti gyűjteményében 2022. június 16-áig megtekinthető.